Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és a mai adásban még tovább vándorolunk Izlandon. Az első részben a Vodafone szülinapi nyerteseivel, Fruzsival és Zsófival megnéztük a világ egyik legdrágább fürdőjét, a másodikban megismertük az ország izgalmas történelmét, és egy titkos hőforrásban csapattuk, a harmadikban felfedeztünk egy hihetetlen repülőroncsot, ma megeszünk valamit 110 ezerért, de előtte ismerjük meg a gejzírt, amiről elnevezték a gejzírt. Azért stresszes lehet folyamatosan arra várni egy selfie-vel, hogy egyszer csak megjelenjen a Gergyi, de hát megérte, mert megjött. Na? Mi volt? Mi volt? De jött valami? Mint az állat. Nagyon büdös, ilyen kénes szaga van, mint a rohasztott tojásnak. De hogy de nem kapott el, nem lett vizes semmi. Szimplán, mint a Balatonfüredi víznek. Dehogy is? Nem vagy normális. Nem, a gyógyfürdőknek szokott. Ja, igen, a Balfinak. Igen. Balfi víz, azaz. Nézzétek csak, Zsófi. Filmes jelentet forgat. Jó meleg van itt. Azt gondolom, hogy az izlandiak humorérzékét remekül szemlélteti azt, hogy képesek voltak napórát rakni egy olyan országban, ahol az év felében egyáltalán fel sem kell a nap. És a másik fejben, amikor meg nem megy le, akkor meg nem látszik, mert annyira felhős az idő, legalábbis sokszor ilyen. Tehát ilyenkor sem tudunk róla leolvasni semmit. Egyébként itt a gejzirek mellett mászkálni az rendkívül szórakoztató, mert elvileg a legnagyobb gejzír, az kiszokott törni olyan 2 percenként, valójában viszont ez olyan 15 másodperc és 5 perc között mozog ez az intervallum, ami azt jelenti, hogy bármelyik pillanatban váratlanul felrobbanhat mellettünk a Föld. Tehát azt kell képzelni, hogy körülbelül 2 kilométer mélyen zajlanak olyan folyamatok, amik annyira felhevítik a vizet, hogy az gőzszerűen feltör a felszínre, és amikor itt kicsap, akkor már csak olyan 80-100 fokos, de azért az is nagyon kellemetlen, ha elkap minket. És ez a földterület hosszú időn keresztül farmerek tulajdonában volt, vagyis egy farmer család tulajdonában, és amikor ennek a farmer családnak a legfiatalabb sarja rájött arra, hogy ide turisták járnak, akkor ő elkezdett pénzt is szedni a belépőért. Megint kitört, tessék. Ilyenek esnek meg itt lépten nyomon. Szóval aztán ez a farmer átadta egy haverjának ezt a területet, az a haverja meg rájött arra, hogy nem szép dolog pénzt kérni az emberektől azért, hogy bemutassuk nekik, hogy milyen folyamatok zajlanak a föld mélyében, úgyhogy átadta ezt a területet az izlandi népnek, és azóta ingyenesen látogatható a gejzír. Egyébként maga a szó is pontosan innen származik, mert van itt egy ilyen gejzír, de az nem egy gejzír, hanem a gejzír, amit így neveztek el, és aztán arról nevezték el az egész műfajt, az egész kategóriát. Ez mostanában nem tört ki, volt 10 000 év, ameddig folyamatosan aktív volt, mostában azonban csak akkor tör ki, hogyha éppen földrengés, vagy legutóbb éppen 2000-ben. De hát ugye ez egy olyan területe a világnak, ahol bármikor lehet földrengés, úgyhogy bármikor kitörhet, már nagyon várjuk, hogy a kis gejzír újra feltörjön, de most inkább azt a másikat lehet szemlélgetni, ami 50-60-70 méter magasságig is ki tud lövelni, és az hát elég rendszeresen mondom, ilyen fél, egy, másfél, két, négy, öt percenként felrobban. Meg is érkeztünk, ez itt a gejzír nevű gejzír, a kategória teremtő, olyan, mint a terepjáróknak a Jeep. És hát igen, ez 16 éve nem mozgott már sem erre se. De hát, ha elkezdene rengeni alattunk a föld, ami ugye itt bármikor megtörtént, akkor ez kitörne. Aztán persze megint elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen rohadt drága itt minden. A kaján, de nem tudsz megmozdulni, mert hogy amúgy meg nincs pénzed, és... Nem mondja csak a véleményedet Izlandról, arra lennének kíváncsiak a hazai nézők. Mit gondolsz erről az országról? Úgy unblock, vagy részleteiben. És egész évben. Semmit, hát jó. Tessék? Szerepek megfordultak. Nem kéne fordítani a kamerát. Na jó, van, tényleg beszéljünk már erről, hogy jó, ez az Izland. Erre számítottatok? Nem erre? Hát biztos volt egy kép a fejetekben arról, hogy milyen lehet Izland. Hát igen, gyönyörű, szép. Nagyon gyönyörű? Szép. Igen. Igen. Az időjárás az tegnap egy kicsit szebb volt, de egyébként természetben gyönyörű. Igen, de Robi azt mondja, hogy ez az időjárás még jobban passzol is Izlandhoz, mint a tegnapi verőfényes napsütés. Hát most egy kicsit kezdi sárig inni a tósát az időjárás. Hoppá, és közben a háttérben mennyire szép az, hogy Izlandon nem tudja az ember úgy kérdezni valamit, hogy a háttérben ne törjön ki egy vulkán vagy egy gejzír. Hát inkább a gejzír. Még vulkánok is szoktak kitörni, hát több mint 100 aktív vulkán van. Igen, hát... Nem, 40 van. Reméljük, hogy... Ha hazajutunk, vagy vasárnap hazajutunk.
Igen. Baj lenne, ha itt ragadnánk? Baj lenne, ha itt ragadnánk. Azért lenne baj, ha itt ragadnánk, mert annyira rohadt drága ez az ország, hogy el kéne otthon adni a lakást ahhoz, hogy itt még egy hetet ki tudjunk húzni. Ha. Hamar körbejárnánk, mert kicsike és túl sok minden viszont nincs itt egy idő után. A hát terpén és a szikla, meg a tufán kívül. Akkor te ennyiben foglalnád össze Izland lényegét. Nem, egyébként tufa, csodálatos, meg, de azért megjelzi. Itt hónapokig nem tudom, mit lehetne csinálni tényleg. Hát hónapokig annál is inkább ugye szomorú lenne, mert hogy... Mert nem sokára... két lakására? Egyrészt, másrészt meg ugye nem sokára jön ez az időszak, amikor egyáltalán nincsen világos, és akkor viszont botorkálsz a sötétben, és nem csinál semmit. Egyébként találkoztunk egy magyar sráccal, és megkérdeztük, hogy mégis mit lehet itt csinálni télen. És mondta, hogy hát végül is igen, tehát olyan két órát süt a nap, meg annyira drága minden, hogy olyan sokat... Igen? Mondjad. Nem süt a nap. Hanem két órát van világos. Igen, két órát van világos, oké, köszönöm a pontosítást. De hogy tényleg méreg drága minden, ezt ő is megerősítette, és hogyha olcsón akarnak vásárolni, akkor utaznak 60 kilométert, mert ott van egy olyan bolt, ahol viszonylag normális áron lehet bevásárolni, amúgy meg a gyors segély az a benzinkút, de az meg horrorisztikus áron kínál mindent. Ezt szintén megerősíthetjük, és hogy az a jó Izlandban szerinte, hogy itt az ember bele tud mélyedni a saját gondolataiba, ugye annyira nincsen más, amivel tudna foglalkozni mondjuk a tél közepén, hogy olvasgatunk, meg gondolkozunk, elmékedünk a világ folyására, és közben reménykedünk, hogy nem fog felrobbanni alattunk ez a sziget. Geysirtől alig néhány percnyi autózása van, a világ egyik legszebb vízesése, a Gullfoss. A vízesés sokáig magántulajdonban volt, és egy Thomas Thomasson nevű fickó volt a területnek a tulajdonosa, aki el is határozta, hogy egy vízerőművet fog ide építeni mindenféle befektetőkkel, mert ez milyen jó biznisz már, ám a legenda szerint a lánya, a Szigiú Thomas Dottir megfenyegette az apját, hogyha ez megvalósul ez a beruházás, akkor beleveti magát a vízesésbe, úgyhogy vagy ezért, vagy másért, valójában inkább azért, mert nem jött össze a pénz. Nem valósult meg ez a vízerőmű a környéken, és aztán a terület átkerült Izland tulajdonába, azóta meg természetvédelmi övezet, úgyhogy nagyon vigyáznak rá. Hogy arra tudunk valamilyen magyarázatot találni, hogy valaki ide jön Ázsiából, akkor miért érez leküzdhetetlen vágyat arra, hogy lefotózkodjon ezzel a szoborral, amiről nyilvánvalóan azt sem tudja, hogy kicsoda és micsoda. De hogy én jöttem ide ő utánuk, és ez a faszit mögöttet fogtam, és beállt elém, és hogy ő lefotózza. Hát igen, mert rájöttünk, hogy ez egy fotótéma, mert mi tudjuk, hogy kicsoda, mert mi elmondtuk, hogy kicsoda ő az, aki megmentette a vízesést. Többiek viszont csak úgy odaállnak, mert trendkövetők. Tehát ők nem alkotják a trendeket, hanem követik őket, míg mi trend... Szerintem ebben ennyi volt. A déli tengerparton található Dirhola egy csodálatos drámai helyszín fekete tengerparttal és zord sziklákkal. Csodálatos látvány lentről, de jó hír, hogy a sziklák tetejére is fel lehet autózni, de mire odaértünk, belepte a felhő a táját, úgyhogy Robival mindkét idióta kezdtünk el botorkálni a tejfehér ködben. Wow. Ezért nem megy tovább, mert ez vízmosás, és ha most már... Mi van, ha már most egy ilyenen állunk, érted? Ja, hogy mindjárt leszakad alattunk. Mert hogy ugye, ha megnézed és oda kimész, az azt jelenti, hogy ott már mínuszban vagyunk. És nyilván nem fog ez alattuk leszakadni, de... De miért annyira nyilvánvaló ez, amikor nem véletlenül rakták oda azt a kerítést, hogy azon nem állsz át? Egy hány méterre innen? Egy 20, 15. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ez nem szakad le. Érdekes, hogy egész Izland olyan, mint egy Gyűrűk ura epizód, nem? Az, hogy hatalmas vízesések mindenhol, meg sötétségek, meg fekete sziklák, meg fekete tengerpartok. Meg elnevezések. Elnevezések. Hogy hívják azt a területet, amit úgy szeretsz? Sőj mekem a szadúr. Igen. Valami ilyesmi. Sőjukom a szadúr. De igen, tehát ilyen nevekkel csak a Gyűrűk urában szoktunk találkozni, és itt mindent így hívnak. És akkor itt vagyunk egy hegy tetején, aminek nem lehet belátni az aljára, mert ugye felhőben áll, és odalentről meg furcsa hangok jönnek. Hát mi ez, hanem a Gyűrűk ura? Minimum Mordor. Mordor. Na dobjál bele valamit. Dobd bele a gyűrűdet. Nézd. Rossz példát mutatunk a gyerekeknek. Igen. Nekik mutatunk rossz példát. Szégyeljük magunkat, vágjunk ilyen szégyelős arcot. De kár, hogy itt átmásztunk. Mászunk is vissza. Nem szabad ezen átmenni, hallod? Nem. Ilyet nem szabad de csinálni. Nem szabad átmenni. Ne. Gyere is vissza.
Ilyet ne csináljatok. Hát körülbelül egy órát töltöttünk itt a teljes ködben, és nem láttunk semmit, csak egymást. Amikor észrevettük, hogy kezd tisztulni az idő, és észrevettük azt is, hogy tenger van alattunk, amit addig csak hallottunk, de nem láttunk. És vártunk néhány percet, és egyszer csak előtűnt a ködből, és azóta itt van. Rövid nézelődés után újra lecsapott a köd, hogy további meseszerű jelenetekkel gazdagodjon a fejünkben élő Izland kép. De menjünk tovább, mert annyi még itt a látnivaló. Ez itt az ország egyik legnagyobb vízesése, a Skuafoss vagy Skogafoss, sosem fogom megtudni, hogy hogy kell kiejteni az izlandi neveket. Na mindegy, körülbelül 25 méter széles és 60 méter magas, ami azt jelenti, hogy egy olyan 20 emeletes panelház magasságával legyen értékű, bár 20 emeletes panelház nem nagyon épült, és normálisan állítólag lehet látni szivárványt, vagy dupla szivárványt is akkora a vízpára körülötte, bár Izlandon az, hogy normálisan, az elképzelhetetlen, mert ahhoz napsütés kéne, és itt azért olyan nagyon gyakran nincsen napsütés. És az érdekessége ennek a vízesésnek, hogy régebben itt volt a tengerpart, csak aztán ez a szakasz itt feltöltődött, és most már 5 kilométerre tőlünk található az óceán, egészen pontosan. Úgyhogy ez régen egyenesen a tengerbe, vagyis az óceánba zuhant, és annyira drámai ez a helyszín, hogy több hollywoodi filmet is forgattak itt, például a Thor egyik epizódját, meg a Walter Mitty titkos életét. Amit viszont az adatok nem mondanak el, az az, hogy mennyire fantasztikus érzés bejönni ide a vízesés alá, és nézni, hogy 60 méternyi vízoszlop zuhan le, és amikor csak rögünk azon, hogy túl van spirázva ez az egész, mert minek kell így zubogni, meg robogni, amikor ilyen békése is tovább lehet folyni, akkor csak a cinizmus beszél belőlünk, de amikor itt állunk alatta, akkor egyszerűen csorog a nyálunk, és nem hiszük el, hogy a természet ennyire erőteljes és fantasztikus lehet. Szenvedi magát ide a vízesés fölé, a számoljon az, hogy csak a vízesés 60 méter magas, és megy olyan 10-15-20 méterrel fölötte vagyunk, szóval kb. Amint megmászni 25 emeletet. Na még igen fárasztó, de megéri, mert a vízesés borzasztó jól néz ki felülről is, plusz innen látni a tengert is, úgyhogy el tudjuk képzelni, milyen hatalmas terület töltődött fel az elmúlt évszázadokban. Na és akkor a 110 ezer forintos vacsora. Az érkezéskor még semmit sem sejtettünk. Bejöttünk egy nagyon autentikus helyre, aminek a nevét nem tudom kimondani, de majd valahol feliratozom. Ez azért különleges, mert egy marhafarm van mellettünk, vagyis hogy az étterem tulajdonosának van egy marhafarmja is, és abból készíti az ételeket. És kirendeltük a Vulkán leves nevű ételt, ezen az egyébként nagyon szerethető és autentikus kis helyen. Ami a saját marhájukból készül, de hát azt hittük, hogy legalább egy kilót beraknak, de most ennyi. Ez azért is probléma, mert a leves 5000 forintba kerül, és ennél azért valamivel többre számítottunk, de hát az íze az még kárpótolhat minket. Hát csík. Ami nagyon érdekes Izlandon, hogy az tökre általános, hogy kihoznak három tök ugyanolyan leves, és egészen más jellegű dolgok vannak benne. Szóval a Robi levesében nagyon nem volt semmi. Az enyémben volt három húsdarab mutatónak. És nézzük meg az áruló Zsófi levesét, ami tele van tömve jobbnál jobb dolgokkal. De az enyémben van borsó, uborka, káposzta. Na jöjjön a 14 ezres steak, aminél már kezdtük érezni, hogy baj van. Jobbat csinálok, tényleg, nem rossz, de... Ja. Igen, szóval hogy az van, hogy a desszerttel érdemes próbálkozni. Még desszertben nem annyira erősek, máshol nem láttunk őt, amit egy kicsit is megkívántunk volna, de ez tök finomnak tűnik. De ezzel együtt Izland mocskosú drága, hogyha étteremben akarunk enni, akkor ezt gondoljuk át, és inkább kérünk még egy bőrönöt a repülőgépre, és azt pakoljuk tele kajával, téli szalámival, meg amit csak el tudunk képzelni, és ami tartós, és bírja mondjuk egy hétig. És abból csináljunk magunknak szendvicseket, mert itt élelmiszerboltba vásárolni, és baromi drága étteremben, meg tiszta horror. De ha beülünk, akkor ilyet nyugodtan kérhetünk, ilyen desszerteket, mert ezek jók. Persze, faszák! 110 ezer forint volt a közepes leves, a közepes steak és a jó desszert négy főre. 110 ezer. Akkora sokkot kaptunk, amikor az árakat így egyben láttuk, hogy még felvenni is elfelejtettük, inkább megnéztük a közelben levágásra várakozó szarvasmarhákat, hogy kiderítsük, homára lethetik-e őket, de nem, alapvetően penészes emléket szórtak a szerencsétlenek elé. That's
Na de lépjünk tovább, mert a közelben találsz például olyan házakat, amikben régen laktak az izlandiak. És találsz itt még vizesést is bőven, például a Seljalandfoszt, aminek a specialitása, hogy be lehet mögé menni. Még valami, ami csodálatos Izlandban, hogy bármikor el lehet jönni megnézni a természeti látványosságokat nyáron, mert ugye nem nagyon megy le a nap, most este 10 óra van, és minden további nélkül tudunk ilyen programot szervezni magunknak. Az új utazós csatornámra itt tudtok feliratkozni, és érdemes feliratkozni, mert a jövő héten jön egy újabb rész a fővárossal, Reykjavikkal és az elképesztő Penis Múzeummal. Sziasztok!